Egy jó hangulatú ünnepséggel zárták a Bardus Bér Textília Kft. 150. születésnapja alkalmából szervezett programsorozatot Moson-Magyaróváron, június 10-én a Bázis Bisztró területén. A vállalat ugyanis 2021-ben ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját, aminek keretében társadalmi és környezetvédelmi akciókat szerveztek városszerte. Elsőként tavaly szeptemberben 150 darab textiltáskát osztott ki a cég a mosoni piacon, majd decemberben a gyásztéren a város vezetésével 150 fát és cserjét ültettek el, valamint 150 alkalommal a moson-magyaróvári tűzoltók egyenruháit és bevetési ruháit is kitisztították. Most a cég munkavállalói kerültek főszerepbe, akiket Stár Katalin köszöntött az zárőünnepségen, aki megköszönte azt a társadalmi felelősségvállalást, amit a cég a tavalyi évben véghez vitt. 150 év a Bardus Kft. Életében, még úgy gondolom, hogy ezt kimondani is nagy szám, és a cég több mint 4000 munkavállalóval, több mint 40 mosodai üzemmel 90 ezer vállalatot szolgál ki. Hatalmasak ezek a számok, és ha még azt is hozzáteszem, hogy világszerte napi 1 millió embert szolgálnak ki munkaruházattal napi szinten, ez hatalmas szám. Az eseményen részt vett a németországi anyavállalat vezérigazgatója, Wolfram Ries is, aki beszédében elmondta, az elmúlt évek új kihívásokat állítottak a cég elé, amit többször is nehezen éltek meg, de a munkavállalók segítségével mindent meg tudtak oldani. A vezérigazgató hozzátette, fontos cél, hogy Magyarországon továbbra is növekedjen és gyarapodjon a vállalat, de olyan hasonló természetvédelmi és jótékonysági projekteket is szerveznek majd, mint ami a 150. évfordulóhoz kapcsolódott. Bár a koronavírus járvány a Bardus Kft. Mindennapjait is megnehezítette, mindezek ellenére folyamatosan fejlődik a cég nemzetközi és hazai szinten is. 60-ban nemrégiben elindítottuk a tisztatér mosodánknak a építését, hamarosan 60-ban egy második kirendeltséggel Magyarországon ugyanúgy jelen leszünk, mint itt Moson-Magyaróváron, és egy nagyon speciális eljárással tisztatér mosodát fogunk létesíteni. Emellett a szlovák területen is már régebb óta vannak vevőink, és látjuk a piaci igényeket. Nemrégiben ott is alapítottunk egy bardus leányvállalatot, és ezt a céget is próbáljuk előre vinni. A zárőünnepségen a munkavállalókat és a családtagjaikat is várták, így egy igazi családi programmal ünnepelték az elmúlt 150 évet. A gyerekeket ugrálóvárral és különböző játékokkal várták, míg a felnőttek igazán jó hangulatban kapcsolódhattak ki. A Bardus Kft. Összesen 22 telephelyen működik Németországban, 5-tel Svájcban, 2-2 telephelyen Franciaországban és Lengyelországban, valamint Spanyolországban és Magyarországon is megtalálható a vállalat. Így összesen 90 ezer ügyféllel dolgoznak együtt. A munkaruhák tisztításával foglalkozó cég csak Moson-Magyaróváron naponta mintegy 4 tonna munkaruhával foglalkozik, amiket a tisztítás, szárítás, hajtogatás után visszajuttatnak a munkahelyekre is.